Akár 48 órán belül kiderülhet az eredmény, de a többség arra számít, hogy napok múlva lesz biztos, ki lesz a következő amerikai elnök. Az idei győztesnek főként a 7 csatatér államban kell bizonyítania. Szakértők szerint sok múlik azon, hogy kik mennek el szavazni. Például, ha nők, akkor az Kamala Harrisnek jelenthet előnyt. Csak nem 4 éve ezek a képsorok borzolták a kedélyeket világszerte, amikor 2021. január 6-án a 2020-as elnökválasztás hivatalos eredmény hirdetésénél megrohamozták Trump támogatója Kapitóliumot. Az elnök ugyanis nem ismerte el a vereségét. Az idei győztesnek ugyanakkor mindenek előtt a 7 úgynevezett csatatérállamban kell először helyt állnia. Ahogy a térképen is látni, pirossal vannak jelölve azok az államok, amelyeket szinte biztosan a republikánusok nyerik. A világosabb piros azt jelzi, hogy ott enyhe Trump előnyt mérnek. A kék színnel jelölt államok majdnem biztosan a demokratákéi lesznek, és van a 7 szürke színnel jelölt csatatérállam, ahol még egyáltalán nem dőlt el, ki lesz a befutó. A legkritikusabb mindenképpen Pennsylvania, mert az a legnagyobb ingadozó állam, és 19 elektori szavazatot tud adni, és hát nagyjából azt lehet mondani, hogy aki Pennsylvaniát megnyeri, az valószínűleg meg fogja nyerni az egészet. De azért ez egészen biztosan nem lehet kijelenteni, mert például Kamala Harris esetében Pennsylvaniát kiválthatja elméletileg Észak-Karolina és Georgia, a kettő együtt már több is, mint ami elég, de ugye akkor kettőt kell nyerni olyan helyen, ahol hajszállal talán Donald Trump látszott esélyesebbnek, még az utolsó pillanatban is. Horváth Gábor hozzátette, nagyon sok minden függ attól, hogy kik mennek el az utolsó nap szavazni, ugyanis már több mint 82 millióan leadták a szavazatukat, így nagyjából még a szavazásra jogosultak fele fog a mai nap az urnákhoz járulni. És ha azt látjuk, hogy többségében nők mennek el szavazni, akkor az Kamala Harris felé billentheti a mérleg nyelvét. Ha a férfiak hasonló vagy inkább nagyobb arányban mennek el, akkor Donald Trumpnak lehetnek jobbak az esélyei. Ha sikerül a korai szavazáson leadott voksokat összesíteni a ma leadottakkal, és jelentősebb lesz a különbség valamelyik jelölt javára, akkor akár 48 órán belül meg lehet az eredmény, de a többség nem erre számít. Mivel egyes államokban más-más a szavazatszámlálásra vonatkozó szabályozás, de mondjuk Pennsylvania államban például addig nem számolják meg, hogy be nem érkezett az szavazat, ezért valószínű, hogy ez akár napokban is telik, hogy megtudjuk, hogy ki nyeri a választást. A mai nap ugyanakkor nem csak Kamala Harrisről vagy Donald Trumpról döntenek, hiszen a 435 tagú képviselőház minden mandátumáról, valamint a 100 tagú szenátus harmadáról is most határoznak.